Elkezdődtek az érettségik, elsőként magyarból kellett számot adniuk tudásukról a végzős diákoknak. Útfelújítások, több mint 1,8 milliárd forintból újulnak meg lakóutcák és utak Nyíregyházán. Felkészülés a szezonra, június 2-án nyit a szabadtéri strandok többsége. Pontban 8-kor országszerte megkezdődött a magyar érettségi. A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a feladatok megoldására. A Kölcsey Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A középszintű magyar érettségi első részében egy szövegértési feladatsort és egy rövid szövegalkotási feladatot kellett megoldani a rendelkezésre álló 90 perc alatt. A második feladatban egy műértelmező szövegalkotását várták a diákoktól 150 perc alatt. Az érettségi holnap a matematikával folytatódik. Hatalmas csend fogadta stábunkat hétfő reggel a nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola épülete előtt és bent az iskolában is. Még az iskola csengőt is kikapcsolták, hiszen országszerte pontban reggel 8-kor megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségik. Kantár Attila az intézmény vezetője elmondta, az érettségi idejére törvényileg szigorú protokoll előírásokat kell betartani mind az iskola vezetőségének, mind pedig a vizsgázó diákoknak egyaránt. Ma kezdődik a május-júniusi érettségi időszak igazából. Május 7-én magyar nyelv és irodalommal kezdik az írásbeli tanulóink, és majd május 28-án olaszszal fejeződik be az írásbeli rész. 104-en jelentkeztek érettségire nálunk, ebből 57-en rendes érettségit, 47-en pedig előrehozott érettségit fognak tenni. 20-an vannak olyan a tanulóink között, akik emelt szintű érettségire jelentkeztek. Az emelt szintű érettségi lexikális tudásban is jóval nagyobb követelményeket támaszt a tanulók elé. Király Veronika szerint az emelt szintű érettségire való jelentkezés alacsonyabb létszámának az lehet az oka, hogy csak azok a tanulók választják ezt a vizsgatípust, akik esetében ezt a felsőoktatási intézmény a felvételi rendszerébe megköveteli. Az érettségi vizsgára való felkészülés a diákok részéről a lehető legkomolyabban történt a mi intézményünkben. Az érettségi vizsga jellege az elmúlt évekhez képest nem változott. Nagyrészt középszintű érettségit választottak nálunk a tanulók, úgyhogy a mi szaktanáraink kezében volt a felkészítés lehetősége. Maximálisan kihasználták az interneten is elérhető korábbi érettségi feladatsorokat középszinten, úgyhogy ezeknek a rutinszerű begyakorlása szerencsére megtörtént, úgyhogy a tanulók felkészülten érkeztek. Az idei középszintű magyar érettségén a feladatlap első részében a diákok egy 2,5 oldal hosszú könyvismertető szöveget kaptak, amely a barátság szociológiájáról szól. A diákoknak a szöveg alapján kellett megoldaniuk 10 feladatot. Az érvelési feladatban a diákoknak olyan újabb igényekhez, szokásokhoz, nemzetközi trendekhez kapcsolódó ünnepekről kell értekezniük, mint a Valentin nap vagy a Halloween. 120-200 szavas szöveget kellett alkotniuk. Aki nem ezt választotta, azok lerobbant épületekről, hiányzó intézményekről írhattak levelet lakhelyük önkormányzati képviselőjének. A szövegértésre és az érvelésekre 90 percük volt a diákoknak. A második feladatsor 2 műelemzési feladatot tartalmazott. A műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Balázs Béla mesét kellett elemezniük, még az összehasonlító műelemzést választó vizsgázóknak egy József Attila és egy Szabó Lőrinc verset kellett összevetniük. Erre 150 perc állt a diákok rendelkezésére. Dankó Zsolt, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója szerint nem voltak nehezek a feladatok. Az első része volt a szövegértés, és vagy érvelés, vagy gyakorlati szövegtípus. Hát úgy éreztem, hogy a szövegértésre hát egy olyan még 5-10 percet jó lett volna rászánni, de ugye nem fér bele az időbe, de meg tudtam csinálni, és az érvelést is, de igazából ennyi, hogy még egy kicsit több időt szerettem volna a szövegértésre, majd utána jött a műelemzés, vagy két műnek az összehasonlítása, hát a műelemzést választottam, és szerintem az könnyebb volt, mint az első rész, és ugye erre jóval több idő is volt, és úgy éreztem, hogy szerintem bőven elegendő ez az idő akárkinek. Összesen 73.400 végzős középiskolás érettségizik idén májusban. Rajtuk kívül 37.300-an tesznek majd legalább egy tárból valamilyen típusú érettségi vizsgát. Az érettségi kedden a matematikával, szerdán pedig a történelemmel folytatódik.
Áder János köztársasági elnök ma a Sándor palotában felkérte az új kormány megalakítására Orbán Viktor kormányfőt, az országgyűlési választáson győztes Fidesz-KDNP pártszövetség miniszterelnök jelöltjét, aki a felkérést elfogadta. A miniszterelnök a Fidesz elnöke, aki negyedik alkalommal kapott felkérés kormányalakításra. Úgy fogalmazott, ígéretet tett az államfőnek arra, hogy odaadással és hűséggel fogja szolgálni Magyarországot. Az új kormány legfontosabb feladata a fölfogásom szerint Magyarország biztonságának és keresztény kultúrájának a megőrzése lesz. Ígéretet tettem arra is, hogy minden eszközzel érvényt fogok szerezni a magyarok április 8-án kinyilvánított akaratának, és a kétharmadot arra fogom használni, hogy a háromharmadot, vagyis Magyarország minden polgárát szolgáljuk és szolgáljam. Mintegy 1,8 milliárd forintból közel fél kilométer lakóutcát, illetve több mint egy kilométer utat újítanak fel Nyíregyházán. A megyeszékhelyen számos kerékpárút is megújul, illetve újakat is kialakítanak a biciklivel közlekedők számára a beruházások során. A gépek folyamatosan dolgoznak a Korányi Frigyes utca és az Eperjes utca kereszteződésének közelében. Itt a meglévő kerékpárutakat és gyalogos utakat újítják fel, melyek a Sóstói útra, valamint Sóstóhegy irányába vezetnek. A területi infrastruktúrális fejlesztések program keretében számos beruházás zajlik városszerte. Ebben a városrészben nagyon sok fejlesztésen vagyunk túl, és információink szerint nagyon sok fejlesztés előtt állunk, hiszen ez tovább fog folytatódni a Korányi Frigyes utca másik oldalán is, ezen járdaszakaszoknak, kerékpárutaknak a felújítása egészen a Csalóközig, és azt is tudjuk, hogy rövidesen elkezdődik a Korányi Frigyes útnak a teljes felújítása, Csalóköz és a Korányi Frigyes utca sarkán pedig egy balesetmentes övezetet kialakítandó körforgalom is ki fog épülni. A területi infrastruktúrális fejlesztések program keretében mintegy 2 milliárd forint kormányzati forrást kapott a város a szükséges felújítások végrehajtására, melynek jelentős részét a gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztésére fordítják. Ebből a 2 milliárdból 112 millió forint 10 utca szennyvíz vezeték kiépítését már novemberben megkezdtük, a maradék pedig a több szakaszból áll. Vannak új utak építését jelentő programok, ez elsősorban Sóstóhegyen, hogy a Mária, Magdalolna, Borbála, Anna, Vénusz utcákat jelenti, de ilyen a Csiakálmán utca, ami már jövő hét végére el is készül, ez a református templom és a Kálvinau melletti utat jelenti. Vannak felújítások, a felújításokat is első ütemben a Sóstó gyógyfürdőn kezdtük, elkészült már a múlt hét végére a Sóstó út és a Szimbád sétány, azért, hogy a turisztikai szezonra, június közepére ott be is fejeződjenek a munkák. A polgármester a sajtótájékoztatón hozzátette, a nyári időszakban városszerte folyamatosan lehet útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra számítani, ugyanis egészen augusztus végéig tartanak majd a kivitelezési munkálatok. Június 2-án nyit a szabadtéri strandok többsége, bár az időjárás már lehetővé tenni a fürdőzést, a korai nyitás veszteséges lenne az üzemeltetők számára, ezért most még az előkészületi munkák tartanak, de egy hónap múlva már a strandolni vágyók is élvezhetik a vizet és a napsütést. A sóstói termálmedence most is népszerű a fürdőzni vágyók körében, de hamarosan az üres napágyakat is elfoglalják a látogatók. Jelenleg az előkészületi munkák zajlanak a parkfürdőben. A zöld felületek felkészítése közel 2 hónapos folyamat. Ez idő alatt teszik rendbe a fákat, egynyári növényeket és a füves területeket. Ilyenkor újulnak meg a medencék is. Jelen pillanatban, ha most fürdő szempontjából nézzük a dolgot, ott járunk, hogy félidősek vagyunk, ami az 50 méteres medencét illeti, hiszen május 2-án bezártuk és elbontottuk felőle a sátrat, ugye, ami télen lehetővé teszi, hogy a vendégeink használják ezt a medencénket. Most van folyamatban a vízcsere, a homokszűrők cseréje, utána jön majd a hatósági vízmintavétel, mikor újra felengedjük a medencét, ugye annak is meg kell várni az eredményét, és május 19-én fogjuk majd, tehát pünkösd előtt már a pünkösdi hosszú hétvége előtt már üzembe tudjuk helyezni majd a medencét, és azt tudják használni vendégeink. Tavaly közel 230 ezer látogatót fogadott a parkfürdő, közülük 40% külföldi vendég volt. Idén több 10 000 plusz vendégre számítanak, amelyet a most épülő szálloda biztosít majd. A parkfürdő hivatalos nyitása június 2-án lesz,
ahogy a nagy kellói napstrandnak is. Itt most még teljesen üresek a medencék, hiszen a karbantartási munkák folynak. A hosszú tél megsértette pár helyen a medencéket. Ezek renoválása, az öltözők tisztasági festése és a környezet növényeinek szakszerű nyírása a legfontosabb, mielőtt elindul a strandszezon. Lesz az idén 24 órás úszó versenyünk ismét, ennek óriási nagy sikere van minden évben augusztus környékén, illetve lesznek majd hétvégente egyéb programjaink, vannak civil szervezeteink, akik szintén akarnak majd délutáni, illetve esti programokat szervezni a nagykállói fiataloknak, illetve a strandra látogatóknak. A fiatalos programok mellett a családias környezet teszi még vonzóbbá a nagykállói strandot. Ugye hétvége felé jön az igazi tavasz, hogy ebből mikor lesz megint újra igazi nyár, azt nem tudjuk megmondani, de legalább 50 ezer vendégre számítunk ezen a nyáron is. Mi fel leszünk készülve erre többre is, hogyha az időjárás olyan lesz, és azért igazi nyári időszakok lesznek, akkor bízom benne, hogy ennyien leszünk majd a nagykállói strandon. Termálvizes kútfúrását is tervezik, ehhez folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket. A polgármester ígérete szerint, ha igény lesz rá, az önkormányzat saját forrásból is beruház majd erre a projektre. A független jelölt Helmeci László nyerte az időközi polgármester választás Záhonyban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határmenti városban vasárnap a győztes Helmeci László 1586 szavazattal nyert. Vetítása a szintén független Kövesdi Péter 257 érvényes szavazatot kapott, míg az MSZP színeiben induló Magyar Zoltán 100 szavazattal végzett a harmadik helyen. A hat képviselői helyre 22-en pályáztak, 14-en függetlenként, hárman a Tegyünk Együtt Záhonyért Egyesület, ketten-ketten a Jobbik és a Magyar Munkáspárt, egy jelölt pedig az MSZP jelöltjeként. A záhonyi járáshoz tartozó mintegy 4267 lelkes határmenti város, 3760 választópolgára közül 1966 élt a választójogával. Az időközi voksolást azért kellett megtartani, mert a képviselőtestület 2018. februárjában feloszlatta magát. Győzött és nagy lépést tett a feljutás felé a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttes az MB2 34. fordulójában a Soroksárt fogadta, és 1-0-ás félidő után 3-1-re verte ellenfelét. 4 fordulóval a zárás előtt a második helyen álló Kisvárda előnye 10 pont a harmadik Békés Csabával szemben. Már a meccs elején megszerezte a vezetést az előző két fordulóban 5 pontot elhullajtó Kisvárda, Misics baloldali beadását Horváth látványos mozdulattal lőtte a kapu jobb oldalába. A félidő derekán megduplázhatta volna előnyét a házigazda, Horváth azonban nagy helyzetben Kovács kapust találta telibe. Szünet után 9 percet kellett várni a következő találatra, Ilics jobboldali beadása után Horváth szerezte meg saját maga és csapata második gólját. A vendégek nem adták fel, mentek előre, és a 67. percben sikerkoronázta erőfeszítésüket, orosz kapu elérőt labdája gyömbéről vágódott a hazai kapuba. A folytatásban is támadott a Sorossár, gólt viszont a hazaiak lőttek, ismét Ilics adott középre, a sereként beálló Olá pedig végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. Szeretném megdicsérni a játékosokat, mert nagyon nagyot küzdöttek, amikor lehetett, akkor próbáltak játszani. Én azt gondolom, hogy a szép gólokat sikerült szerezni. Nyilván voltak olyan lehetőségek, amik még százasak voltak, és be lehetett volna lőni őket. Viszont azt mondom, azért fontos és azért szép ez a mai győzelem, mert egy jó játszó ellenfelet sikerült legyőzni. Nagyon kulturáltan futballozott az ellenfelünk, és okoztak nehéz pillanatokat. Például az első fél idő végén ott beszorultunk, ott azt vártam, hogy legyen fél idő, hogy tudjuk rendezni a sorokat. Utána tudtuk, nagyon jókor jött a gól. Hát igazából azt mondom, hogy a gólokat mindig jókor lőttük. Ugye itt a 2-0-nál kaptuk ezt a gólt, hiába szóltam, hogy az orosz márk az nyilván balra fogja vinni a labdát, de hát nem ismerték még, és ő nagyon jól lőtte be, viszont 2-1 után megint a harmadik gólt azt jókor sikerült lőni. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Maximálisan elégedett vagyok most a játékosaimmal, annak ellenére, hogy kikaptunk. Én úgy érzem, hogy az első két gól, amit kaptunk, az elkerülhető volt. Tudom, hogy minden gól hibából adódik, de el lehetett volna kerülni. Első fél időben, én úgy gondolom, az első 20 percben jobb volt a Kisvárda, utána én azt gondolom, hogy nekünk is voltak lehetőségeink.
itt volt egy kétes szituáció, ugyebár a Kundráknak a 11-ese, amit meg lehet adni véleményem szerint, de 1-0 után lezárhatta volna a mérkőzést, én úgy gondolom a Kisvárdomat, a Kovács Dani védett egy nagyon nagy bravúrt, és utána pedig sikerült gólt rúgnunk, visszajöttünk a meccsbe, és hát a harmadik gól ismét egy olyan hibából született, amit egy bedobás után szépen lejátszottak, de igazából ott a 2-1-nél is még a gárdosnak is a lábába volt egy, amit szépen védett a Kisvárda kapusa. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Kazincbarcik a 2-2, Cegléd Budaörs 1-2, Békés Csaba Budafok 0-1, Vát Szolnok 0-0, Mosonmagyaróvár MTK Budapest 2-2, Győr Grosics Akadémia 0-0, Siófok Dorog 0-1, Csákvár Nyíregyháza Spartakusz 1-1 és Soproni Diógyőr 1-2. A tabella élén az MTK áll 79 ponttal, megelőzve a 68 pontos Kisvárdát és az 58 pontos Békés Csabát. A Kisvárda a következő fordulóban a Kazincbarcikához látogat. Nem tudta lezárni a Vasas elleni párharcot a Nyíregyháza Blue Sharks, mivel egy pontos vereséget szenvedett a fővárosban Siska János együttese. A negyed döntő második meccsét a Vasas nyerte 80-79-re. A harmadik mérkőzés szerdán 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. Számítani lehetett arra, hogy nehéz meccs vár a cápákra a Vasas ellen, és ez be is igazolódott a Paseréten játszott mérkőzésen. A szép számú vendégszurkoló előtt pályára lépő nyíregyháziak kezdtek jobban, az első negyedet 24-17-re nyerte a Blue Sharks. A második 10 percben fordított a házigazda, így a piros-kékek két pontos vezetéssel mehettek pihenőre. A harmadik negyedben újabb két pontot tett hozzá előnyéhez a Vasas, de teljesen nyílt volt a mérkőzés. Az utolsó percben a vendégek Cura hármasával két pontos vezetésre tettek szert, de válaszként is érkezett egy tripla, és mivel az utolsó támadásból nem sikerült kosarat szerezni, egy pontos vereséget szenvedett a nyíregyházi együttes. Úgy gondolom, hogy nem játszottunk rosszul bizonyos szakaszában a mérkőzésnek, de meg kell tanulnunk, sokszor elmondtam már, meg kell tanulnunk kivégezni az ellenfelet. Vezettünk 12 ponttal, és a biztos vezetés birtokában mi nem megsokszorozott erővel folytatjuk tovább a mérkőzést, hanem egy picit megnyugszunk, picit hátrébb állunk, adunk lehetőséget az ellenfélnek arra, hogy fölzárkózzon, és utána pedig a végjátékban már bármi történhet, ezért hiba az, hogy ilyenre egyáltalán lehetőséget adunk. A párharc így egy-egyre áll, a mindent eldöntő meccse szerdán rendezik Nyíregyházán. Eddig az alapszakaszban és a rájátszásban is győzött a hazai pályán szereplő együttes. A szakmai igazgató elmondta, hogy mivel lehet megnyerni a legjobb négy közéjutástól döntő összecsapást. Sokkal koncentráltabb játékkal nem lehet, hogy mindig elveszítjük a lepattanó harcot, ki kell zárni az ellenfelet, és nekünk kell megnyernünk a lepattanót. Ha megnyerjük, akkor nem lehet, hogy az ellenfél tudjon nyerni. Tudom, hogy nehéz, pontosan azért, mert egy kicsit meglepő váltásos védekezést csinál a Vasas folyamatosan mérkőzésről mérkőzésre, és nagyon nehéz megtalálni, hogy ki kinek az embere, és ugye a kizárásnál sokkal könnyebb, ha mindenki tudja, hogy ki a saját embere, de ilyen nincsen, szabad embert látunk, menni kell, ki kell zárni, és bizonyos szabályok felborulnak már ilyenkor, de egy kérdés, ott kell lenni, és ki kell zárni, ennyi. A Nyíregyháza Blue Sharks Vasas mérkőzés szerdán 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig csütörtökön 20 óra 25 perctől láthatják a találkozót. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Pontban 8-kor országszerte megkezdődött a magyar érettségi, a diákoknak közép- és emeltszinten is 4 órájuk volt a feladatok megoldására. A középszintű magyar érettségi első részében egy szövegértési feladatsort és egy rövid szövegalkotási feladatot kellett megoldaniuk a rendelkezésre álló 90 perc alatt. A második feladatban egy műértelmező szövegalkotását várták a diákoktól 150 perc alatt. Az érettségi holnap a matematikával folytatódik. Mintegy 1,8 milliárd forintból közel fél kilométer lakóutcát, illetve több mint 1 kilométer utat újítanak fel Nyíregyházán. A megyeszékhelyen számos kerékpárút is megújul, illetve újakat is kialakítanak a biciklivel közlekedők számára a beruházások során. Június 2-án nyit a szabadtéri strandok többsége, bár az időjárás már lehetővé tenni a fürdőzést, a korai nyitás veszteséges lenne az üzemeltetők számára, ezért most még az előkészületi munkák tartanak, de egy hónap múlva már a strandolni vágyók is élvezhetik a vizet és a napsütést.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 7-én, hétfőn, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon, én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A hazánktól északra elhelyezkedő anticiklon peremén északkeleti áramlással kissé nedvesebb, labilis rétegződésű léghullámok érkeznek fölénk. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. Zápor, zivatar előfordulhat néhol. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Zápor eső zivatar több helyen előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban gyengén és erősen felhős területek, illetve periódusok egyaránt előfordulnak. Hosszabb, rövidebb napsütésre mindenütt számítani lehet. Szorványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Zivatar térségében a szél átmenetileg viharossá fokozódhat, mind a minimum, mind a maximum hőmérséklet néhány fokkal meghaladja az ilyenkor megszokott értékeket.